Gála hangversennyel ünnepelte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat megalakulásának 30. évfordulóját. A megnyitón Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke mondott köszöntő beszédet. Kecskemét azok közé, a csoportok közé tartozik, amely csoportok az első évben szintén megalakultak, és ez nekünk nagyon nagy esemény. Az eseményen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a városvezetés nevében ajándékfestménnyel köszönte meg a Szeretett Szolgálat elhivatott munkáját. Erős és egyenes jellem, alázat, elkötelezettség, emberség, empátia és önzetlenség. Talán ezek a legfontosabb értékek, amelyekkel rendelkeznie kell mindazoknak, akik a Máltai Szeretett Szolgálat munkáját segítik. Rigóné Kiséva, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat délalföldi regionális központjának ügyvezetője, és Kozma Imre atya díjakat adtak át a Szeretett Szolgálat kiemelkedő munkatársainak. Az est házigazdája Sirkó László Prima Primissima díjas színművész volt. A gála hangversenyen felléptek a város szülöttei, Ádám Zsuzsanna és Vizin Viktória énekművészek. A műsorban Ottokár Klein, Laborfalvi Sós Béla, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, a Nemesszegi Márta Vegyeskar, a Szkerzó Kamarakórus, illetve a Bolyai János Gimnázium kórusa is közreműködött. A hangversenyt Dömötör Zsuzsa karmester vezényelte. A színpadon több mint 150 művész lépett fel egyszerre, különleges élményt nyújtva a jelenlévőknek.